természetesen biztos vagyok benne, hogy megkérdeznénk a 11 kezdőjátékost, meg a cseréket, meg a stábtagokat. Hoppá, ez egy nagy hiba, sikerül lecsapni a labdára, és akkor büntető az ítélet. Lukács fut neki, és bevarja a léc alá. Az első félidő hajrájában 1-0-ra vezet a Diósgyőr. De itt a pécsiek azért egy picit elégedetlenek lehetnek. Szvedjuk koncentrációval, teljesítményével. Nyilván hibázni csak azt tud, aki a pályán van, de egy ilyen rangadón, egy ilyen könnyelmű hibát és egy ilyen könnyű gólt nem lehet véteni és ajándékozni az amúgy is nagyon jó erőkből álló hazai csapatnak. Megvan Lukács 14. szezonbéli találata, és ez egy kíméletlen büntető volt. A Tiszakécske ellen laposan lőtte be Lukács, most jó magasan.